Megérezték a járvány hatását, ezt mondja a tolnai étterem vezetője, tulajdonosa. Jelentős bevételtől estek el a több hónapos leállás alatt. A dolgozóikat azonban megtartották, hiszen tudták, hogy később szükség lesz rájuk. Ami termelésbe kiesett, azt már visszahozni nem lehet. És azért nem egy-két napról beszéltünk, hanem egy jó pár hónapról beszéltünk. És erre mondtam azt a bizonytalanságot, hogy a rendezvények, a lakodalmak, az állófogadások ilyen szempontból teljesen bizonytalanságban voltunk, hogy most lehet tartani, nem lehet tartani, ugye nem lehetett semmit csinálni, és ez egy kicsit kellemetlenül érintette szerintem minden egyes vendéglátóst. Bár a Központi Statisztikai Hivatal még nem közölt nyári adatokat, a GKI digital mérései szerint 2020 harmadik negyedévében a foglalkoztatottsági mutató 1-2%-ot javult. 70-100 000 munkavállaló ismét el tudott helyezkedni a belföldi vidéki turizmus látványos fellendülése miatt. Ám az ősszel a járvány erősödésével ismét kevesebb emberre lesz majd szükség a szektorban. Tolna megyében jelenleg nincs ekkora visszaesés a vendéglátóiparban, turizmusban, és nagy elbocsátásoktól sem kell tartani. Ezt mondja Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Úgy véli, eddig a szárnyaló belföldi turizmus és az állami támogatások mentették meg a kisvállalkozásokat, amik eleve hatékonyabban, rugalmasabban kezelték a járványügyi helyzetet. Nagy arányú elbocsátás az elején volt, de aztán ez megállt, és láthatóan, miután voltak állami támogatások is, meg különböző kedvezmények adóban, járulékokban, gyakorlatilag ez megszűnt. Úgy néz ki, hogy a vállalkozók nagyobb részt megtalálták a helyüket, igyekeztek alkalmazkodni ez a pandémiás helyzethez. Kérdéses, hogy az őszi második fázis, valamint a határzár miként hat majd a gazdaságra, és a kormány által 3 hónapra nyújtott bértámogatások kifutását követően lesznek-e tömeges leépítések. Az biztos, hogy Orbán Viktor legújabb bejelentése ismét hátrányosan érinti a vendéglátósokat. Ez szerint a szórakozóhelyeknek este 11 óra után be kell zárniuk.